Megérkezett a Yellow Bank számla a Raiffeisentől. Yellow, a neked való bankszámla. Mi 12 évesen kazettára, 90 perces kazettának a két oldalára rámondtuk magnóval 90 percig, hogy fütyi-fütyi kaki-kaki, fütyi-fütyi kaki-kaki, és utána visszahallgattuk. Sok meló van. Oké, de nem volt TikTok. Sziasztok! Ez itt a Mi a TikTokot selejtezőjének utolsó adása. A ma látott TikTokereknek is van még esélyük bekerülni a legjobb 12 közé a középdöntőbe. Sziasztok! Vinicai Benedek vagyok, de általában mindenki úgy ismer, mint az oroszlán. Mi állatos jelmezekben próbálunk meg híreket elmondani, informálni és nagyon gyorsak lenni, azért, hogy minden napra jusson valami olyan kis információ morzsa, amivel azonnal bele tudsz csatlakozni egy beszélgetésbe, vagy valami kis érdekességet tudsz belőle mondani. Az egész koncepció egyébként onnan jött, hogy nem szerettük volna unalmasan átadni a híreket, nem akartunk egy szimpla híradó lenni, hanem úgy voltunk vele, hogy akkor dobjuk fel valamivel, és így kezdődött az egész jelmez, amiből mostanra már egyébként nem hivatalosan van 12 jelmezünk, hivatalosan egyébként már 5 megjelenik a platformunkon. 8 milliárdba kerül a világ jelenlegi legdrágább autója. A világ legdrágább autóinak vezető listájának első helyén a napokban bemutatott Rolls-Royce Boat-télt 20 millió fontért értékesítették egy titokzatos milliárdosnak. Jónak indult a maga az alapkoncepció, mert szimpatikus volt a srác, hogy elmondta, és aztán teljesen érdektelen lett. Ennek van egy pici ilyen fétis hangulata egyébként, nem? Mert nem nekem, de hogy... Hát ez semmelyikünknek nem jutott eszébe. Csak ne neked haragudj. Van. Szerinted hány ember érzi azt, amikor valami portálon minuszos hírt olvas, hogy ó, bárcsak ezt egy hózebra jelmezben kiabálná el egy fiú, akkor mennyivel jobban érdekelne. Sziasztok, mi Lilla és Maci vagyunk. Te akkor én járok, a Fanni vagyok. Én meg Sárközi Martin. Körülbelül 3 hete kezdtük el a tartalomgyártást. Hát így spontán videóztam magunkat. Elég nagy céljaink vannak ezzel a platformmal. Martin nem is tudta egyébként. Olyan, mintha már papucs lennél. Igen, fivel megyek dolgozni, de nyugi, csak ilyen kis lelki buli lesz, nem lesz semmi probléma. Igen? Nem rossz? A TikTokon a csaj? Kapcsol. Ha? Nem rossz? Válaszoljál? Nem volt rossz? Jó, hogy szép csaj volt. Szép csaj volt. Nagyobb volt a katarzis a képernyőn, mint a képernyő másik oldalán, én azt érzem. Sziasztok, Vivien vagyunk. Jó, oké, összeszedem magam. Jaj. Sziasztok, Vivien vagyok, ő pedig Adrián. Szeretem nagyon a videózást, az életem. A mindennapjaimban van egy kis munkám, takarítást végzek, van több épületem, és a videózás körülbelül, hát kicsivel kevesebb, mint egy éve kezdtem, még nincs egy éve. Hát közösen inkább prank videókat, sőt, nagy részben. Hát igazából annyi lefordítva, hogy egymást szivatjuk csúnyán. Jó, vagyjál még ki engem. Én kihívom a rendőrséget, komolyan mondom, ha nem hagyod ezt abba. Exercise book. Ez a démonosnak a havernyő. Ők inspiráltak. Állj, ezt a videót, ezt szétadom, ez nálam viszi eddig a legjobb lett. Főleg a végén, amikor fut a srác és elcsúszik a szőnyege. De te nem azért szereted, ami... Nem azért szereted, aminek szánták. De az nem mindegy. Baj, szeretem, jó ez? Én Adrián szavaival élnék, ez nem volt vicces. Cserébe szeretném látni a Katona József színpadán ezt az előadást, mert az viszont nagyon durva, hogy ezt így előadni. Itt az az irigylésre méltó, hogy mondta, hogy egy éve videózik, ez az élete, és több épülete van. Én 20 éve csinálom, és nincs több épülete. Három. Sziasztok! Mi vagyunk a Stand Up Budapest. Ilyen mindenféle sznobokat kifigurázó videókkal szoktunk így támadni rátok. Pablo pedig a boly karakter. Így van, és reméljük, hogy értitek az iróniát, nagy részben szoktátok érteni. De ha nem értitek, igazából az se ez számít. Ez van, ezt ja, tudjuk nyújtani. Ez a ti hibátok igazából. Ja. Na voltunk ezen az első randin, és hát nagyon aranyos a lányka, de hát kis egyszerű családból származik, tudod. Vittem erre a rooftopos helyre, ahol így rendesen hűtik a Grey-Goose-t, nem ismerte. Nem a piát nem, hanem hogy ilyen helyen kessel nem illik. 21, és se kocsi, se domborni volt. Félre ne érts, én nem a pénzt nézem, hanem az anyagiakat. Így kérdezgettem, hogy hova utazgat, azt mondja, Bakony, Balcsi, Tiszató.
Hát mondom, érted, a Tisza az nem egy folyó, bár tudom, mennyit én itthon vagyok, miattam akár hegy is lehetne. Nekünk télen rendesen standard Aspen, akkor anyu miatt még megyünk a Kómói tóra, tudod, de már minden évben, úgyhogy anyu, ez lesz az utolsó. De végül is valahol ez a család, nem, hogy kibírod a másik miatt, nem? Meséltem magamról, mondom, engem ilyen apróságokkal tök boldoggá lehet tenni. Például amikor aputól megkaptam az Audi A1-est, órákig boldog voltam tőle, ő meg így elrakta a cukrot a kávémerről emlékbe. Oh. Én, ha TikTokerként szerepelnék ebbe a videóba, én a hátsó fiú szerepét szeretném, hogy két szia le vagyok fogva, és csak fújom a buborékot, úgyhogy... Szerintem abszolút van helyük a srácoknak, mert egy minőségi dolgot csinálnak. Én is megnézném őket még így más karakterekben, meg egy picit kevésbé kisebb slunggal, de menjünk velük tovább szerintem. Bernát Roland vagyok, szeretem, hogyha valamiben tudok segíteni másoknak, és ezt kombinálva készítem a TikTok videóimat, tehát belehozom az üzletet, a kereskedelmet, azt, amivel én foglalkozom, azt, hogy hogyan fejlesztük önmagunkat, hogy mit tanulok, hol jártam, és bízom benne, hogy a videóim nézői kapnak egy kis értéket ebből az egészből. Milyen önéletrajzot ne adj le egy munkáltatónak. Mutatom a mostani kedvenceimet. Képet ne legyen csücsörítős, cici kirakós. Ezt inkább a Tinderre töltsd fel. Ne egy telefonnal lefotózott önéletrajzot küldj el, nem én fogom bogarászni, hogy mit akarsz mondani. Egy munkaadó az önéletrajzokat szkeneli és nem bogarásza. Úgyhogy ezzel nagyban csökkented az esélyeidet. Ne egy értelmezhetetlen, megnyithatatlan linket küldj. Ha Google Drive-ról osztod meg, legalább legyek hozzáadva. Plusz egy bónusz jó tanács, ne cicramica69 legyen az e-mail címed. Ha tetszenek a tartalmaim, kövess be, ha meg velünk dolgoznál, ugye egy jó önéletrajzot. Tök jó tippeket mondott, és végre ezt jó tempomba, szórakoztatóan, tarará, szóval, hogy az eddigi ilyen motivációs, meg lifehackes, lifecoachos szereplőkkel pont az volt a baj, hogy nem ilyenek voltak, mint ő. Igen, és lehet, hogy neked nincs cicamica e-mail címe, de van, akinek ezt amúgy jelenség. Honnan tudod? Sziasztok, Mészáros Anna vagyok. Testnevelő tanár vagyok, valamint szertorna szakedző is. Meg akartam azt a fiatalságnak mutatni, hogy egy tanár nem olyan, amit ők így gondolnak, tehát nem ez a betyepesedett, szűklátókörű, mogorva pedagógus, hanem igenis vannak fiatalok, közvetlenek, jó fejek. Volt valamelyik őtöknek ilyen tesi tanári, aki a szertárba táncolt? Hát mi azt nem láttuk. Sajnos nem. De a végén milyen izé volt, ilyen segrázás, bemutatás, azt láttátok? Nálad tovább ment, ugye, tippeltek. Az apró részletekre figyeltem. András, neked volt valami jó szertáros, tesi szertáros sztori? Nem szeretnék még ma sem róla beszélni. A szertárban voltak azok a dolgok, amelyeket ha kihoztak, akkor engem megaláztak. A mai napig van egy csontcsomó mindkét sípcsontomon, mert minden gyerek át tudott ugrani a svéd szekrényen. Nekem nem sikerült, mert a dobbantóhoz is súlyos voltam, a többi gyereket feldobta a dobbantó. Én ráugrottam a dobbantóra, és így egyenesen nekimentem a svéd szekrénynek. Teljesen sebes lett a lábam, a tornatanár próbált segíteni, és azt mondta, hogy hát a szemüvege végül is átment. A nevem Csávás József, igazából a színészet érdekel, és ezáltal kezdtem TikTokozni. Különböző filmes részletekből csinálok vicces videókat. Doktor úr, nem érzem jól magam. Mi a panasz? Hát amikor valaki nyavajog, hogy ez nem jó, meg az nem jó. Úgy értem, az ön panasz, ami? Ja, az, hogy holnap nem tudok bemenni dolgozni. Ennyire rosszul van? Nem, kirúgtak. Szerintem ebben nincs munka, a halál aranyos a srác, de nem vicces. Mi 12 évesen kazettára, 90 perces kazettának a két oldalára rámondtuk magnóval 90 percig, hogy fütyi-fütyi, kaki-kaki, fütyi-fütyi, kaki-kaki, és utána visszahallgattuk. Abba sok meló van. Oké, de nem volt TikTok, tehát nem tudtunk ezzel a nyilvánosság elé lépni, ezért szakmát tanultunk végül. Sziasztok, Kölmeti Csabi vagyok, 23 éves. A szabadidőmben általában TikTok videókat gyártok, és így eszembe jutott, hogy hát akkor anyukámról csinálok, mert anyukám úgyis ilyen nagy fazon, akkor az lett 130 ezer like, és akkor tudta már, hogy ezzel kell foglalkoznom. Tehát én játszom el anyukámat, igen. Mit kérsz kölyök? Jó egy kis mit? Jó gyalókát? Hi, my name is... Ich bin Erzsi. András, ne csináld! Jaj, felrakok egy anyaruhát a fejemre, és visítok női hangon, mert anyukám jó fej! Nem tudom
ide! Javaslom majd! Aj, anya! Ah. Hello! I found ham nyaló! Ember, hát tesse tojász is, kolyában nem tudjuk ezt kapcsolni! A zsűri látta az összes jelentkező TikTok videóját, össze kell ülniük és el kell dönteniük, hogy kik azok, akik tovább jutnak az elődöntőbe. Már csak pár nap, és kiderül. Sziasztok! I found ham nyaló! This. Okay.